A közelmúltban nevezték ki Vadász Mihályt a nyíregyházi törvényszék elnökévé. Az eddig elnök helyettesként dolgozó új vezető közéleti magazinunkban arról beszélt, az elmúlt években csökkent a bírósági ügyek száma valamennyi ítélkezési területen. A büntető ügyek tekintetében elmondása szerint ez a javuló közbiztonságnak volt köszönhető. Emellett az új büntetőeljárási törvény is több alternatívát ad az ügyészségeknek, ami sok esetben a bírói út elkerülését teszi lehetővé. A polgári peres ügyekben az új eljárási törvény hatását még mindig érezzük, tehát kell az, hogy a jogi képviselők, ügyvédek, de az állampolgárok is megismerkedjenek az új törvénnyel, és annak megfelelő alkalmazásával terjesszék elő a kereseteiket, tehát ez, hogy úgy mondjam, csökkentette az érkezést, de ezt átmenetinek tekintjük, és nem hallgatható el, hogy a járványhelyzetben egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan döntöttek úgy, hogy peres ügyüket majd később hozzák a jogasztala elé. A törvényszék a megye egyik legnagyobb foglalkoztatója, közel 500-an dolgoznak a bírósági szervezetben. Így működtetése is nagy feladat, akár csak a megfelelő infrastruktúrális feltételek biztosítása a munkavállalók számára. Évek óta folytatjuk a fejlesztéseket, ezek látható eredményeket hoztak, ügyfeleink a bírósági épületekben is tapasztalhatják azt, hogy magasabb színvonalú kiszolgálás történik, ez tükröződik az épületek műszaki állapotában, az informatikai fejlesztésekben, tehát egy kellemesebb környezet, illetve kellemesebb munkakörnyezet a dolgozóink számára is. Itt vannak még feladataink, és szerintem hosszú távon lesznek is, ezen dolgozunk. A fejlesztések közé sorolta a törvényszéki vezető a Kisvárdai Járásbíróság épületének műszaki átalakítását, amely ugyancsak terítéken van.